A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Öreghegy déli részének önkormányzati képviselőjével, illetve Kisfalud önkormányzati képviselőjével beszélgetünk. Ma jó napot kívánok, ez itt a Kökstér Extra, és mai vendégem Horváth Miklós Csaba, szeretettel köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket. Mivel is kezdhetnénk ezt a beszélgetést? A költségvetés után beszélgetünk már, de mégis egy kicsit kanyarodjunk vissza a múltba. 2022 volt az Aranybulla emlékév, és hát ez az egész várost érinti, ez a beruházás, ez a felújítás. Mi minden történt az Aranybulla környékén, hiszen az egész Csúcsoshegy szinte megújult, és most már méltó körülmények között lehet ott sétálni. Igen, hát évek óta készültünk a Aranybulla 8. évfordulójára, és természetesen ugye ez mindenki tudja, hogy kötődik a Csúcsoshegyhez, és körülbelül 2-3 éve elkezdődtek ott a felújítások, tervezések. Hát megújult tulajdonképpen az egész Aranybulla környéke. Állami támogatást is kaptunk hozzá, úgyhogy a kerékpárutat is bekötöttük, pihenő is van ott, sőt, terve van véve, ugye valószínűleg az idén elkezdődik, hogy még egy vizes blokk is lesz. Úgyhogy minden rendelkezésre áll majd ahhoz, hogy ott igazi kiránduló és ilyen pihenő sétálóhely legyen. Sokat fordítottak arra, hogy tényleg méltó körülményeket biztosítsanak az Aranybulla emlékműnek, és hát a székesfehérváriaknak, valamint a városban látogatóknak. Igen, hát azért a környékben egy-két utca felújítása is elkezdődött. Sajnos mindannyian tudjuk, hogy azért a Covid és ez a háborús helyzet, ez egy kicsit bevágta a féket. Szerencsére a városunk képviselője, Varga Tamás próbálja, illetve nem próbálja, hanem el is intézte azt, hogy kormányzati támogatással újuljanak meg azok a főutcák ott a környéken, mint a Nagyszombati út, Zsolnai út, ami sok-sok millióba kerül. Természetesen, és pillanatnyilag erre saját forrás kevés van, úgyhogy itt egy kis türelmet kérünk, tudjuk, hogy évek óta, illetve mindenki tudja, hogy évek óta ez terve van véve, de attól függetlenül, amit lehetett ott pontosan az emlékév kapcsán, azért rendbe tettünk, és azok a beruházások be is fejeződtek, és szerencsére kapcsolódnak, ugye észrevehettük azt is a készülő, szépen épülő multifunkcionális csarnokhoz. Pont az Alba Aréna lett volna a következő kérdésem, hogy arra is térjünk rá, hiszen jelenleg is zajlik a Budai út felújítása ennek kapcsán, a Nagyszombati kereszteződés most ugye nem lehet használni, de pont azért, mert aszfaltoznak, és hát a városnak egy új útja is készül az Alba Arénával párhuzamosan. Igen, hát ott nagyon nem csak az öreghegyiek, illetve a környék lakói és a multifunkcionális csarnokhoz készül ott az a közötti bekötés, hanem ugye az ipari parkhoz át a Seregélyesi útra is, úgyhogy ennek azt lehet mondani, hogy egy multifunkcionális csarnok készül, de hozzájuk, vagy az ahhoz tartozó útrendszer is tulajdonképpen multifunkcionális kapcsolódó pontként készül el, úgyhogy szépen haladnak vele. Hát most a hétvégén úgy néz ki, hogy az aszfaltozást ott a csomópontban, a budai nagyszombati csomópontban talán az időjárás és engedés elkészül, és akkor az a torlódás, ami az utóbbi napokban ott van, az meg fog szűnni.
de nagy türelemmel viselik ott a közlekedés résztvevői, mert hát tudja mindenki, hogy miről van szó. Úgyhogy ennek előbb-utóbb örömünkre majd vége fog szakadni ilyen szempontból, és meg tudjuk közelíteni mind az ipari parkot innen a Budai út felől, mint pedig a csarnokot. 13-as körzetről beszélünk, zajlik ezen kívül most valami felújítás, illetve hogyha maradunk még a közlekedés területénél, akkor mi várható ebben az esztendőben? A közlekedéshez kapcsolódik ugye, hogy teljesen megújult a menetrendrendszer, tehát a közösségi közlekedés, és ehhez kapcsolódóan ugye Öreghegyen is vannak gyűjtőutak, ugye 2-3 olyan buszjárat van, amelyik ott a fiskális Nyitrőt környékén beköt oda a Püspökkertvárosi buszfordulóhoz, és hát azokhoz közlekedés szempontjában a Nyitrai út koporréteg cseréje van tervbevéve. Ígéretet nem tudok tenni arra, hogy ez idén elkészül. Pontosan azért, amivel kezdtük is, hogy azért vannak financiális nehézségeink, még akkor is már a beruházások területén, ugye, mert a többi kötelezően ellátandó feladatra azért hála Isten van pénzünk, iparizási adó bevételünk is egyelőre működik. Működnek ugye azok a cégek, akik itt vannak, és akiknek köszönhetjük az iparizási adóbevételt. Úgyhogy ilyen szempontból nincs gond, viszont miután nagy a bizonytalanság még mindig itt az energiarendszer finanszírozásában, ezért ugye nem merünk, hát ígérni mindent lehet, de hát semmi értelme nincs az ígérgetésnek. Tehát amikor tudjuk, hogy nem rajtunk múlik elsősorban az, hogy mikor tudunk elkezdeni, hanem az, hogy figyelni kell arra, ahogy mondtam, hogy a kötelezően ellátandó feladat a város el tudja látni, ezért óvatosak vagyunk. Úgyhogy ebben a 13-as körzetben is, ami a SÁRA programban betervezésre került, az a Galántai út, tehát elkészült, ugye kérdésként felvetődött, hogy történt-e valami tavaly, vagy mi történt tavaly. A Késmárki út, Újbányai út felújítása az elkészült, Fiskális út és a Pozsony út a párhuzamosan, és abból ágazik el a Galántai út, a Bártfait és a Késmárkit kötő össze, és ott is hát évtizedek óta igény is lenne rá, hogy újítsuk fel azt az utat. Na, azt el tudjuk kezdeni, de annyi pénz nem áll rendelkezésre. 53 millió forint van most a körzetenként, 30 millió plusz 23, ami a SÁRA program keretében a Városgondnokságon keresztül felhasználható a körzetekre. És sajnos azt is tudjuk, hogy hát megtöbbszöröződött a fajlagos költsége az útépítéseknek. Tehát meg háromszorozódott. És egy 20 méteres járdaépítés is több millió forintba került. Tehát, hihetetlenül felmentek az árak, akkor a kivitelezés tekintetében is. Ezért is Galántaival is azt tudjuk csinálni, hogy elkezdjük, és ameddig futja a pénz, addig megcsináljuk. Természetesen azért, hát két szakaszban idén elkezdjük, és akkor ahogy lesz pénz, folytatni fogjuk, de legkésőbb jövőre persze be akarjuk fejezni. És van még ilyen a Krasznai közben, ott a vizelvezetése vannak gondok, ugye az egy ilyen lejtős utca beköt a Krasznaiba, és ott állandóan kimossa, ilyen vízmosások keletkeznek. Na, annak pár millió forintba kerül a kárszegéllyel való ellátása, úgyhogy az ilyen kisebb munkákat meg tudunk csinálni. Nagyobb beruházásokra, ahogy említettem is már,
meg kell várni a kormányi segítséget. Tehát megvan az ígéret, és tervek elkészültek, és idén tulajdonképpen terveket készítünk még azokra az utcákra, amelyeket szükséges felújítani. Beszélhetünk hosszú távú tervekről is. Melyek lennének ezek, milyen tervek készülhetnek el még a közeljövőben? Mit mondanak a lakók, hogy mire van a leginkább szükség? Gondolom, hogy tartja a kapcsolatot a körzetben élőkkel. Hát ez a kapcsolattartás, igen, ez is egy érdekes dolog, ugye, mert ugye 3 éve kezdődött, azt hiszem, a Covid. Tehát elég régóta elég nehéz volt, tehát nem nagyon lehetett tartani lakossági fórumot. Na de ez nem akadálya annak, hát minden képviselőtársam tartotta a kapcsolatot, meg tudjuk tartani, akár telefonon, akár valamilyen egyéb megoldással, de utcagyűléseket azért lehetett tartani. És így tudjuk, hogy milyen igények vannak, és hát ami én a terveket már korábban is elkészítettem, de ugye 2 év után ezeknek lejár az építési engedélye, és akkor meg kell újítani, frissíteni kell. Tehát ezek vannak. Ami konkrétan ettől függetlenül nagyobb beruházásként víziközmű fejlesztési alapból a Krasznai és az Udvardi utcákat víziközművel tudjuk látni. Ezeknek az útépítési tervei is készen vannak, de először ugye meg kell csinálni a közművet, és akkor jövőre, idén erre megvan a keret. Tehát nem csak a Krasznai köz fog elkészülni, meg Galántai út, hanem közműfejlesztési alapból megy a Krasznai és Udvardi út is. Úgyhogy ezek, ami nagyobb volumenű, ami tervek készen vannak, ugye a Szepesi, Beregszászi, Lublói, Érsekújvári útnak a tervei 20 éve közgyűlés előtt voltak, és elfogadtuk, hogy akkor 2003-as költségvetésbe szerepelt. Valamiért nem készült el akkor, és azóta sem, de a tervek elkészültek. Ezek, hogy úgy mondjam, megújításra is kerültek, és de hát ez is több 100 millió forintos beruházás. Tehát a tervek megvannak, de ezek is most éppenséggel talomba vannak. De ugye a nagy beruházásként, amire nagyon kellett várni, az a fiskális út, mint gyűjtőútnak a felújítása, ugye ez megtörtént már 2 éve, átadásra került, és ebbe kerülnek bekötésre a többi út, többek között ez a Beregszászi, Szepesi út is. Úgyhogy meg majd ott a Vártfa is, tehát ezzel nincs különösebb gond. Tervek vannak, most már csak a bankot kellene kinyitani. Gondolom sokan figyelemmel kísérik a polgármester úr tájékoztatóit, akár a Facebookost, akár egyéb tájékoztatókat. Tehát én is nagy figyelemmel szoktam kísérni, mert most nem azért, mert nincs kapcsolat, dehogy nincs, de mindig változhat a helyzet. Tehát a leginformáltabb azért mégiscsak ő az, hogy központi támogatásokat hogy tudjuk esetleg ütemezni, vagy mikor fogjuk megkapni, ezt mi is tőle tudjuk, úgyhogy érdemes erre másoknak is odafigyelni, és akkor nem feltétlen azt kell figyelni, hogy mit mond egy-egy képviselő, mert mégiscsak a főnök az főnök. Intézmények tekintetében idézőjelben nincs jól eredesztve a 13-as körzet, ott van viszont a kisfaludi faluház, közösségi ház,
ott is történik majd egy kis átalakítás. Mi történik majd ott az intézményben? Hát ott ugye közösségi ház, vagy faluház, ahogy mi hívjuk ott, amellett van egy ilyen kis játszótér, annak a felújítása tovább elkezdődött, és az úgy nagyjából rendben is van, viszont évek óta kérés, ugye több klub is, nyugdíjas klub, egyéb klubok működnek, sokan ott nagyon szép közösségi élet van, viszont nyáron elég meleg van, és már évekkel ezelőtt kérték, hogyha lehet a légkondicionálást oldjuk meg. Kiderült, ugye 20 éve, igen, 2006-ban készült el, akkor került átadásra a közösségi ház, és amikor a klíma miatt felülvizsgálták a elektromos hálózatot, akkor kiderült, hogy nem bírja el azt a klímaterhelést a meglévő vezetékrendszer, és ezt meg fel kell újítani. Tehát EON engedélyt is úgy kapunk rá, hogyha ezt végre fogjuk hajtani, most ez sok-sok millió forintba fog kerülni, mert az egész házba ki kell cserélni a vezetéket. Úgyhogy, de ez, ami megoldásra vár, nagyon örül a kisfaludi közössége annak, hogy a új nyomvonalon elkészült ugye a kerékpárút, és közvetlenül a házak elől átkerült az út másik oldalára. Biztonságosabb azért így. Hogyne. Tehát biztonságosabb mindenkinek. És tehát ilyen szempontból elégedett azért ott az a közösség. Csak hát ugye azért a türelem nem mindig jellemző ránk, tehát várjuk, hogy minél előbb azért legyen meg a forrás ahhoz, hogy ezeket a hiányosságokat tudjuk pótolni. Úgyhogy ugye más intézménye ennek a körzetnek nem nagyon van, mert a Kossuth iskola természetesen, ami közös a másik körzete, és van egy óvodánk, a Püspökkertvárosi óvoda. Ott is zajlanak majd felújítások, vagy most fejezettek, nem tudom pontosan. Igen, ki akarunk alakítani majd egy, ott is elég régóta terve van véve egy új csoportszobát, és ott egy mászófalat az udvaron idén, vagy tavaly helyeztek el, tehát ott is azért történnek dolgok, úgyhogy ha már egy Püspökkertvárosról beszélünk, akkor ott van ugye úgynevezett háromágú, tehát a milleniumi emlékmű az öreghegyiek nagy megelégedésére, ugye három színbe tud tündökölni minden ünnepnapon a torony, nagyon szép, amikor így ki van világítva, és amit szeretnénk, természetesen én is, hogy a lépcső felújítása történjen meg. Ott a parkoló ugye elkészült, a Millennium út végén, az rendben van, viszont ráfér a közvilágítást is ott kiépítettük, és de még van mit tenni, és pont azt kérdezték, de nagyon régen tőlem, hogy mikor lesz felújítva a lépcső, hát mondom. Akkor az is következik. Igen. Azt hiszem, hogyha jól értem a beszélgetés lényegét, teendő az van mindig, egy önkormányzati képviselő sosem dől hátra, még akkor is, hogyha rengeteg az elvégzett feladat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióban. Én köszönöm a megtisztelő meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, hogyha tehetik, akkor tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.